Volt egyszer egy szerzetes a háború után, akit úgy hívtak, hogy Galambos Iréneusz. Ez egy bencés szerzetes volt, ő alapította a Kászli Magyar Gimnáziumot. Na mostan az Iréneusz körül szorult a hurok, és az ávósok elkezdték hajszolni mindenfelé, bemenekült az egyik rendházba. Hangsúlyozom, hogy a neve Galambos Iréneusz volt latinosan, de mindenki Irén atyának hívta. Na és az üldözői oda mentek, körülvették a rendházat, illetve a kapukat, elállták, és bementek, hogy keresik a galambos irént. Galambos irént nálunk, ez egy férfi rendház, itt nők nincsenek. De hát itt van, parancsba kaptuk, hogy vigyük be, és ide, mindenki látta, hogy ide jött be. Hát ide nők nem jönnek be mondta a kapus, és az én, atya meg meghallotta, és valami WC ablakon hátul kimászott, és így menekült el a ávósok elől, aztán végül Kastriba jutott.